A rendszerváltáskor még 50% volt az állattenyésztés aránya a mezőgazdaságon belül, ez mára 35%-ra csökkent, ez pedig a takarmányfogyasztás révén már a növénytermesztést is veszélyezteti, mondta Czerván György. Az államtitkár szerint ennek oka többek között a rossz uniós agrárpolitika. A sertés-baromfi ágazat, az úgynevezett ilyen puha piaci szabályozási ágazat, gyakorlatilag nincs is lehetőség szinte közvetlen támogatások nyújtására, ami van lehetőség, azt is engedélyeztetni kell Brüsszellel, és a saját pénzünket akkor az engedély alapján kifizethetjük bizonyos korlátok mellett. Úgyhogy ez egy rossz szerkezet véleményünk szerint. Ezért a magyar kormány több javaslatot is tett a 2014-2020 közötti agrárpolitikáról szóló vitában. Így kérte a sertés és a baromfi ágazat közvetlen támogatását is, mondta Czerván György. Az államtitkár kiemelte, a sertésprogramra 2,6 milliárd forintot fordítanak. A cél, hogy a jelenlegi 3 milliós állományt 6 millióra növeljék. Az asszálykárok enyhítése érdekében az állatjóléti támogatásokat megemelték, és még az idén ki is fizetik azokat, hangsúlyozta a politikus. Elsőként a Holstein-Fries tenyészállat bemutatót és showbírálatot láthatta a közönség. Kifejezetten egy tejtermésre szelektált jószágról van szó. Ez onnan látszik, hogy ha megnézi a tisztelt látogató és a televíziónéző, vékonyak az állatok, abszolút lapos, vékony csontjaik vannak, nem látszanak ezek a hatalmas húsformák. Sokan azt mondják, hogy jaj, milyen soványak ezek a jószágok. Nem, ők minden energiát és minden tápanyagot a tejtermésre fordítanak. Ezek a leghatékonyabban működő tejtermelő jószágok. A bemutatón így a küllemet és a fajta jelleget is figyelték a bírák. Elsősorban a tűgyek amik meghatározóak ebben az esetben, de természetesen egy tűgy magában még kevés lenne. Elengedhetetlen ahhez az, hogy egy megfelelő lábszerkezet, megfelelő testálljon rendelkezésre, egy komplex állat kerül bírálatra. Persze a tejet adó tűgy nem minden, mondták a bírálatra készülő állattenyésztők. Minden, ez egy ilyen szépségverseny, úgyhogy minden testét hátsó felé, innen is, hogy hát mélységet, meg minden, a gerincet is nézik, hogy igyenese, meg a bordákat, hogy tejelőse, milyen, arról meg lehet mondani. Szombat-vasárnap tovább folytatódnak a programok, így a bemutatókon és a szakmai konferenciákon túl több színes és családi program várja a közönséget.